Több évi kitartó munkát és sikeres pályázatokat követően örökös ökoiskola címet nyert el a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János technikuma és kollégiuma. Megyénkben 28-ként szerezte meg a címet a Dombóvári iskola. Az ökoiskola az egy eredetileg nemzetközi hálózat, amihez Magyarország is csatlakozott, emlékeim szerint 2000 tavaszán valamikor, és most már hála Istennek nagyon sok, mint egy 1200 iskola jelen van az ökoiskolai rendszerben. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, aki ezt magyarországi szinten gondozza, és kétféle módon lehet csatlakozni, első körben egy évre lehet pályázni, és akkor egy évre megkapja az iskola az ökoiskola címet, és hogyha valaki már többször, ha jól emlékszem, háromszor kellett pályázni, akkor van lehetőség arra, hogy elnyerje az örökös ökoiskolai címet. Az idei évben mindegy 100 iskola kapta meg ezt a miénkkel együtt, szerencsére. Az iskola vezetői igyekeznek a környezettudatos nevelést a diákok mindennapjaiba, akár apró dolgokkal is belefűzni. Az ökoiskola, itt nem, tehát nem nagy dolgokra kell gondolni. Ezek apró, de nagyon fontos dolgok. Például takarékoskodunk az energiával, az újrahasznosítható hulladékot külön kezeljük, a helyi értékeket megvédjük, csoportos olyan feladatokat és olyan programokat szervezünk a gyerekeknek, ami a közösséget erősíti. Ezek apró, de nagyon fontos dolgok, és ez jelen van az iskolai élet mindennapjában. Tehát ez nem csak a szakmai programunkban egy ilyen ideális gondolatként jelenik meg, hanem valóban ezt közvetítjük napi szinten a diákoknak az életében. Az iskola igazgatója Lőce Tibor elmondta, nem elég csak a címet elnyerni, hanem annak megfelelően is kell cselekedni. És az, hogy ökoiskola önmagában nem is egy extra valami, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ez egy olyan ideális dolog, mintha azt mondják, hogy mindenki sportoljon valamilyen sportot. Mindenki egy kicsit gondolkodjon ökomódon. Szerintem ez egy alapvető elvárás a mai társadalomban, és ezt az ökoiskolák, ezt az értékrendet próbálják közvetíteni. Az ökoiskola az nem egy materiális valami, az inkább a gyerekeknek a fejében fontos, hogy kialakuljon, és ezzel segítenek rá, ez segítik a mi oktatóink, hogy ezt a fajta környezettudatos gondolkodásmódot, a fenntarthatóságot, ezt a szemléletet kialakítsuk majd gyerekekben, hogyha ez sikerül, akkor jó munkát végeztünk. Az iskola még olyan egyéb környezettudatos kezdeményezésekhez is kapcsolódik, mint a Teszed akció vagy a Földnapja kampány, amelyek a diákok körében is nagy népszerűségnek örvendenek.